Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Megépülhet a reformátusok Széchenyi Városi Gyülekezeti Központja a régi pártház helyén. 50 polgárőr és 12 rendőr vett részt egy kiterjedt közbiztonsági akcióban pénteken este Helvécia, Kadafalva és Ballószög térségében. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján felkérte a szépségszalonokat és a fodrászatokat, hogy mindenki viseljen maszkot, amíg lehetséges. Zöld utat kapott a kecskeméti református egyházközség a kormánytól a régi pártház helyére tervezett Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ megépítéséhez. Az új objektumra azért van szükség, mert jelenleg nincs saját épülete a reformátusoknak a városrészben, ahol a vasárnapi alkalmakat meg lehetne tartani, és a kiterjedt gyülekezeti szolgálatot le lehetne bonyolítani. Az egyházközség tulajdonba kapta a kormánytól az Erkel utcai óvoda épületét is, amelynek ezidáig csak üzemeltetője volt. Régóta várták már a reformátusok azt a kormánydöntést, amelynek nyomán elindulhat az új gyülekezeti központjuk megtervezése a Széchenyi városban. A Fiók könyvtár melletti régi pártház helyén kap majd helyet az új multifunkciós épület. Ma már szinte minden új egyházi intézmény összetett épületet jelent, templom funkciója is lesz, tehát a vasárnapi istentiszteleteknek a helyszíne, szakrális tér, annak építészeti és mindenféle tulajdonságával, de szeretnénk, hogyha sok funkció megjelenne itt, ifjúsági munka, hitoktatás, fiatal családoknak az összejöveteleire alkalmas hely, tehát ezért inkább gyülekezeti központnak nevezzük, több helységes, több funkciós épületet tervezünk ide. Kuti József elmondta, hogy az egyházközség már régóta gyűjt erre a célra. Tartalékai vannak a pártház épület felújítására, ebből pedig nem csak a tervezést, de a kivitelezést is elmerik kezdeni. Most októberben azok a bizottságok, amelyek ezt lebonyolítják, felállításra kerülnek, tehát elkezdjük a munkát. Én azt remélem, hogy néhány éven belül itt át tudjuk adni majd azt az épületet, amit el tudunk kezdeni használni. Legfeljebb később is hozzá tudunk még nyúlni, fejleszteni tudjuk, bővíteni tudjuk, de a közeljövőben itt elkezdődik majd a beruházás. Az elnök lelkész arra is kitért, hogy mivel ellentétben a református templommal a régi pártház nem műemlékvédett, nincsenek szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy az elbontása után milyen épület kerüljön a helyére. Ezért az egyházközség más városokba látogat ötleteket gyűjteni, és gyülekezeti fórumokat tart, hogy felmérje a hívő közösség igényeit. Ha minden elképzelés nem is valósulhat meg, az biztos, hogy a Széchenyi Városi Reformátusok sajátjuknak érzik majd az új gyülekezeti központot, emelte ki az elnök lelkész. A kormány döntése értelmében egyébként nem csak a régi pártház, hanem az Erkel utcai óvoda épülete is a reformátusokhoz kerül, amelyet 2013-ban már felújított az egyházközség, és azóta is üzemeltet. Szakaszos lezárások és forgalomkorlátozások léptek érvénybe mától a József Attila és a Bibó István utcákban. Az érintett területeken ugyanis gyepráccsal burkolt parkolók kialakítására kerül sor, melyet várhatóan október végén fejeznek be. A munkálatok annak köszönhetően valósulnak meg, hogy lakossági kérésre fizetőssé válik november 1-től a parkolás a Villanegyedben, az Ady Endre utca, Nyíri útvonalon, a Juhar utcában, valamint a Piszek út téren. A József Attila és Bibó István utcákban a városrendészet saját költségvetése terhére alakít ki 10 cm-es gyeprácsos parkolót, mely alatt olyan ágyazat lesz, ami az úttesten fellelhető csapadékvíz elvezetésére is megfelel. Első ütemben a József Attila utca egy részét zárják le. A munkálatokról további részleteket a holnap esti híradónkban hallhatnak majd. Sikeres volt a kadafalvi polgárőrök akciója. Pénteken este és éjszaka Helvécia, Kadafalva, Ballószög polgárőr egyesületei tartottak ellenőrzést. A rendőrséggel közös akció eredményeként lopott autót is találtak.
50 polgárőr és 10-12 rendőr vett részt péntekről szombatra virradóra kiterjedt közbiztonsági akcióban, amely Helvécia, Kadafalva és Ballószög térségére terjedt ki. Az akciót szervező helyi polgárőr egyesületek főleg a külterületi, tanyás térségeket ellenőrizték. Autósokat és kerékpárosokat egyaránt ellenőriztek az éjszaka folyamán. Az akció során sikerült megtalálniuk egy lopott gépkocsit, és azt is, aki feltehetően eltulajdonította azt, árulta el dr. Mák Kornél, a Kadafalvi Polgárőr Egyesület elnöke. Az összehangolt megmozduláson Levicki Ciril, a városrész önkormányzati képviselője is részt vett. A mostanihoz hasonló akciókat fél évente tartanak Kadafalva térségében. Ennek eredményeként jelentősen csökkent a bűnesetek száma. A szervezők szerint azért sikeresek, mert a járművezetőket meglepetésként éri, hogy rendőrök is ülnek a polgárőr autókban. Az iskola kezdés első hónapjának tapasztalatai alapján megállapítható, felkészültek az intézmények és fegyelmezett a védekezés a köznevelésben, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn az MTI-vel. A szaktárca összegzése szerint rendkívüli szünetet szeptember 28-án az óvodák csupán 0,5%-ában, 2947 óvodai feladatellátási helyből 17-ben, a 3079 iskolából pedig csak 7 helyen hirdettek meg. Tantermen kívüli digitális munkarendet 118 intézményben rendelt el egy-egy osztály számára az operatív törzs. Ez azt jelenti, hogy az iskolák 4%-a érintett. Október 1-től a kormány döntése értelmében valamennyi köznevelési intézményben a belépéskor mérik majd a gyermekek, a tanulók és az ott dolgozók testhőmérsékletét, ami segít kiszűrni a betegeket és ezzel csökkenteni a fertőzés kockázatát. A testhőmérséklet mérést pedagógusok, nevelő, oktató munkát segítők, technikai dolgozók, felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik majd. Ehhez a kormány több mint 41 ezer érintésmentes digitális hőmérőt oszt ki az intézményeknek, fenntartóktól függetlenül, írták. Kiemelték azt is, hogy minden állami, egyházi, önkormányzati vagy magánintézmény, iskola és óvoda kap eszközt. A hőmérők kiosztása a kormányhivatalok szervezésében megyénként szeptember 29-én és 30-án zajlik majd. 120 nagy tanulói létszámú egyetlen bejárattal rendelkező iskolában a zökkenőmentes beléptetés érdekében a digitális hőmérők biztosítása mellett hőkamerás beléptető rendszert is telepítenek, jelezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Különböző higiénés szabályokat kell betartaniuk a szépség- és fodrászszalonokban dolgozóknak, illetve a vendégeknek. Müller Cecília, tiszti főorvos ma elmondta, hogy a legfontosabb mindannyiunk biztonsága. Ez a gombát, a vírust és a baktériumot, sőt, még az écet is semlegesíti. Ebbe szoktuk pihentetni az eszközeinket minden vendég után. Folyamatosan figyelnek a higiéniára ebben a kiskunfélegyházi fodrászatban. A szalomban még egy fényterápiás fertőtlenítő készülék is található. Köchler Helga nagyon vigyáz vendégeire. Folyamatosan fertőtlenítjük az eszközöket, azokat a tárgyakat, amivel érintkezik a vendég. Értem ez alatt a hajmosótálat, karfáját és a nyakrészt is. A kiszolgálószéket is folyamatosan fertőtlenítjük. Minden vendég új törölközőt kap, 90 fokon fertőtlenítettet. Bár a maszk viselése kötelező a fodrászatban is, nem mindegy, hogy milyen védőeszközt hordunk arcunkon. Egyszerre használatos maszkot használnak itt a fodrászatban, ugyanis a hajmosáskor lenedvesedik. Hajjal, ha telemegy a maszknak a belseje, akkor ugyanazt szívja be, tehát beszívja a tüdejébe az apró hajat a vendég. Ez is nagyon előnytelen. Meg ugye, hogyha vegyi folyamatokat csinálunk, mint mondjuk színátfordítás, vagy melír, vagy különböző festések, akkor pedig a száron keresztül beszivárog az arc részre is, és tökéletes monoklival is akár mehet el a vendég, tehát hogy beszínezi a bőrét is az átszivárgó festék. Müller Cecília tiszti főorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján felkérte a szépségszalonokban és a fodrászatokban dolgozókat, hogy mindenki viseljen maszkot addig, amíg lehetséges,
Az arckezelésnél nyilván levehető, viszont manikűr, pedikűr esetén hordjuk a védőeszközt. Továbbá a szalonokban ne legyen várakozási idő, a kliensek időpontra érkezzenek. A különböző várótermekbe pedig ne helyezzenek el magazinokat, tollakat, illetve ha lehet, legyen biztosítva a kártyás fizetés is. Újabb koronavírusos hunyt el a kiskunhalasi Semmelweis kórházban az elmúlt 24 órában. A kezelésre szoruló fertőzöttek száma egyre nő, ezért bármelyik pillanatban megnyithatják a konténerkórházat. Egyre többen kapják el a koronavírust. A Bács-Kiskun megyei orvosi segítségre szoruló fertőzötteket a kiskunhalasi Semmelweis kórházba szállítják, ahol jelenleg 44 beteg fekszik az elkülönített fertőző osztályon. Az elmúlt 24 órában egy ember szervezete feladta a harcot, nem tudta legyőzni a vírust. Most 4 fekszenek lélegeztetőgépen, és 11 gyanús esetnek várják az eredményét. A kritikus állapotban lévők közül a legfiatalabb, egy 38 éves beteg. A bizonyítottan 29 COVID pozitív mellé a mai nap folyamán 2 további fertőzött érkezett Kecskemétről. Dr. Ördög Csaba, a kiskunhalasi Semmelweis kórház orvosigazgatója is megerősítette a hírt, hogy hamarosan meg kell nyitni a városi börtön területén felépített konténerkórházat. Erre bármelyik percben sor kerülhet, ezért mindenki felkészült a 150 fő befogadására alkalmas mobil komplexum aktiválására. Közel 15 millió forint értékben oszt tűzifát a rászorulóknak a Városi Szociális Közalapítvány idén is. Minden jogosult kérelmezőnek 10 mázsa felhasogatott fát szállítanak ki. A pályázati adatlap az alapítvány honlapján érhető el. 2020-ban egyébként több mint 300 családot támogatnak így módon. Elérkezett az ősz, de észre sem vesszük, és már a téli hideget szeretnénk távol tartani otthonunkból. A fűtés nem olcsó, ezért a nélkülözők számára van segítség. Idén is 10-15 millió forint jut a rászorulók támogatására. Mindenki, aki rászorul, kecskeméti lakos jelentkezhet nálunk, illetve kérhet tőlünk tűzifát. Általában 10 mázsa hasított tűzifát szoktunk kiszállítatni. Tehát mindenki, aki letölti, vagy bejön hozzánk kedden és csütörtökön a fogadó óránkon, letölti a pályázati adatlapot, mert erre pályázatot kell benyújtani, és azt a kuratórium elbírálja, hogy jogosult-e a jövedelme alapján, és ha igen, akkor természetesen rögtön intézkedünk, hogy kivigyék a tűzifát. Folyamatosan lehet jelentkezni a támogatásért. Horváth Attiláné azt tanácsolja a pályázóknak, hogy minél hamarabb nyújtsák be igényüket, mert később már vizesek lesznek a fák. Az alapítvány elnöke azt is hangsúlyozta, hogy ez a segítségnyújtás a szokásos városi támogatás. Ez nem az a szociális tűzifa, ami a kis falvakban, illetve az 5000 fő alatti, ami országos, hanem ez egyedi elbírálás alapján, tekintve, hogy város vagyunk, itt egyedi elbírálás alapján juthat valaki hozzá a tűzifához. Mivel 41 ezer forintba kerül 10 mázsa tűzifa, ezért több mint 300 kecskeméti családon tudnak segíteni a támogatással. Vádat emelt egy ceglédi férfi ellen a Kecskeméti járási ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. 2019. augusztusában az 5-ös főúton Kecskemét közelében a vádlott férfi egy teherautót vezetve figyelmetlenségből nekiment egy előtte lassító autónak, ami miatt az autó felborult és a vezetője meghalt. Egy ceglédi férfi 2019. augusztus 15-én délután Kecskemét lakott területén kívül az 5-ös főút külső forgalmi sávjában Lajos Mizse felől Kecskemét felé vezetett egy tehergépkocsit. A vádlott a megengedett sebességet túllépve mintegy 97-102 km/h sebességgel közlekedett. Figyelmetlensége miatt nem tartott kellő követési távolságot és nekiütközött az előtte szabályosan haladó autónak, amely lassított, mert jobbra le akart kanyarodni a főútról. Az ütközés miatt a személyautó jobboldali útpatkára sodródott és felborult a vízzel vezető árok után lévő füves területen. A bal oldalára fordulva állt meg. A balesetben a személyautót becsatolt biztonsági övben vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után a vérveszteség miatt meghalt.
A személyautóban utazó másik férfi, akinek az öve szintén be volt csatolva, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ szabályt. A kecskeméti járási ügyészség halálos közúti baleset gondatlan vétsége miatt vádat emelt a férfi ellen. A bűnösségéről a kecskeméti járásbíróság fog dönteni. Futók, biciklisek és kerekesszékesek is együtt sportoltak a 8. alkalommal megrendezett Trizoli Jóti Futi jótékonysági futóversenyen szombaton. A Kecskemét főteréről induló 57 kilométeres futás célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra. 8. alkalommal rajtolt el a Trizoli Jóti Futi elnevezésű jótékonysági futás szombaton délelőtt. A már hagyományos jótékonysági esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra és segítse őket. A versenyen azonban nem csak futók vehettek részt, biciklisek és kerekesszékes versenyzők is indultak a jó ügy érdekében. A kezdeményezés 2013-ban jött létre azzal a céllal, hogy baráti társaságokat, sportolókat vonjon be a sportéletbe, hogy támogassa a fogyatékkal élőket, a mozgássérülteket. Idézte fel a kezdeteket Bogasov István önkormányzati főtanácsadó a rajt előtt. A közös sportolással 6 család számára gyűjtöttek adományokat, velük a résztvevők a futás állomásain találkozhattak. Kuti Zoltán, a kezdeményezés megálmodója elmondta, szükség van a figyelemfelhívásra, mivel Magyarországon körülbelül 550 ezer személlyel valamilyen fogyatékkal. Ezért meg kell tanulni, hogyan viselkedjünk velük, és hogyan tudunk nekik hatékonyan segíteni. A szombati futásra Kalocsáról és Debrecen környékéről is érkeztek résztvevők. Kitűnő idő fogadta a futás szerelmeseit vasárnap délelőtt a Benkó Zoltán szabadidő központban a híres félmaratonon. Mintegy 300 futó vett részt az eseményen. Ebben az évben is szeptember utolsó vasárnapján került megrendezésre a híres félmaraton, melyet ezúttal is a Benkó Zoltán szabadidő központban rendeztek. A jelenlegi járványügyi helyzetben is arra törekedett a Justícia Egyesület, hogy megrendezzék Kecskemét és térsége legnagyobb őszi félmaratonját. A tavasszal kialakult járványügyi helyzet egy kicsit megvariálta a körülményeket, de örömünkre szolgál, hogy ilyen szép idő is lett, és meg tudjuk tartani a versenyt. A vonatkozó szabályok messze menő betartásával fokozott figyelemmel tartották a futást. Az eseményen bárki indulhatott, még a legkisebbek számára is volt futam. A 300 méteres ovi futamon 6 éves korig nevezhettek az indulók. Az iskolásoknak pedig diákfutamot rendeztek, ők 1000 métert futottak. Az idősebbek 7, 14 és 21 kilométeres távra nevezhettek. A különböző távokra kiirdetett versenyeken tömegek álltak a rajthoz, mintegy 300-an vettek részt a versenyen. Nem csak Kecskemétről, hanem a környékbeli városokból, településekről is eljöttek a mozgás szerelmesei. A félmaraton bővebb összefoglalóját 20 órakor kezdődő sportmagazinunkban láthatják. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Megépülhet a Reformátusok Széchenyi Városi Gyülekezeti Központja a régi pártház helyén. A Fiók könyvtár melletti épület istentiszteletekre, hitoktatásra, ifjúsági munkára és összejövetelekre is alkalmas lesz. 50 polgárőr és 12 rendőr vett részt egy kiterjedt közbiztonsági akcióban pénteken este Helvécia, Kadafalva és Ballószög térségében. Az ellenőrzés során egy lopott autót is találtak. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján felkérte a szépségszalonokat és a fodrászatokat, hogy mindenki viselje maszkot, amíg lehetséges. A vendégeknek időpontra kell érkezniük, a várótermekbe pedig nem lehet magazinokat és tollakat elhelyezni. Egyre nő a kezelésre szoruló koronavírus fertőzöttek száma a Kiskunhalasi Semmelweis kórházban. A szakemberek felkészültek arra, hogy hamarosan meg kell nyitni a városi börtön területén felépített konténerkórházat. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Berei Andrea, az Európa Jövője Egyesület elnöke. Megmutatjuk, milyen környezettudatos használati eszközök készültek a hétvégi varrós alkotó délutánon.
Végül bemutatjuk, milyen hasznos alkalmazással segíthet bárki a koronavírus elleni küzdelemben. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap este a szokásos időben, tehát 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden többnyire erősen felhős lesz az ég, majd késő délután felhőzet csökkenés veszi kezdetét. Elszórtan alakulhat ki eső, zápor. A szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű. Szerdán több órás napsütésre számíthatunk, az északnyugati szelet élénk vagy erős lökések kísérik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Csütörtökön több-kevesebb napsütésre számíthatunk, elszórtan eső, zápor is kialakulhat, a szelet nagy területen kísérik élénk széllökések. Éjszaka 8 és 13, nappal pedig 16 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.